felbúdó cirkusz. Az önkormányzat segítségével 21 gyermek látogathatott ki a Magyar Nagydíj időmérő edzésére. Hőség. Már harmadfokú hőségriadó van érvényben, hétvégén akár 40 fok is lehet. Antik Pop. Album készült Olá László Mátyás munkáiból. Jó estét kívánok, hegyvidéki híreinket látják. A hegyvidéki önkormányzat és a MOM sportközpont jóvoltából 21 gyermek mehetett ma ki a Forma 1 időmérő edzésére. A fiatalok az Erzsébet tábor által meghirdetett egynapos kirándulásra jelentkeztek eredetileg, de a túl sok jelentkező miatt nem válogatták be őket. Ezért döntött úgy az önkormányzat és Buranics Ildikó, hogy megszervezik a gyerekek számára a kiutást. 21 gyermek várakozik a hegyvidéki önkormányzat előtt, hogy elinduljanak végre a Forma 1 időmérő edzésére. A gyerekek a hegyvidéki önkormányzat és a MOM sport jóvoltából juthatnak ki a Szervúdó cirkusz első napjára, amely egy életre szóló élményt jelenthet a fiataloknak, fogalmazott Kovács Lajos alpolgármester. 20 gyermek megy a Forma 1-re, az önkormányzat szervezésével az önkormányzat biztosítja a buszt, illetve a belépőjegyeket, illetve a helyi szolgáltatónk segítségével napi ellátmányt is, kis csomagot, gyümölcsöt, ivóvizet kapnak a gyerekek, tehát a mai napi kirándulás reményeink szerint teljesen felhőtlenül, de az időjárás azt mutatja, fog telni, és reméljük, hogy nagyon jó szórakozással. Azon gyerekeknek szerettük volna ezt a lehetőséget biztosítani, akik saját körülményeikből adódóan szinte bizonyos, hogy nem jutnak ki, nem juthatnak ki erre az eseményre, hiszen akárhogy is nézzük, ez az esemény bizony nem egy olcsó rendezvény, viszont olyan élményt nyújthat ezeknek a gyerekeknek, amelyeknek meggyőződésem, olyan inspiráció, mert akár a következő esztendőre folyamatosan kihat, és egy életre szóló élményt jelenthet. Ezért is tartottuk ezt egy fontos célnak. A gyerekek eredetileg az Erzsébet tábor által meghirdetett egynapos Forma 1-es kirándulásra jelentkeztek, de a rengeteg jelentkező miatt őket nem válogatták be. Ezért döntött úgy az önkormányzat és a MOM sportközpont, hogy támogatja a kijutásukat. Az Erzsébet program keretein belül az Erzsébet tábor hirdetett meg egy ilyen egynapos kirándulást a Forma 1-nek az edzésnapjára. Amire viszont annyira nagy volt az érdeklődés, hogy egy csomó csapat, az én két csapatom is, akiket sikerült összeszervezni, egy csomó csapat lecsúszott erről a lehetőségről. Na most viszont, hogy a gyerekeknek ne okozzunk ebben bánatot, hogy készültek erre a nagy eseményre, és mégsem vehetnek benne részt, itt jött a képbe a MOM Sport, Buranics Ildikóék és az önkormányzat, akik fölkarolták ezt a dolgot. Végül is a MOM Sport finanszírozza az utazást, ők vásárolták meg a belépőjegyeket a gyerekeknek, az önkormányzat pedig az egész napos ételital csomaggal látja el a gyerekeket, úgyhogy így sikerült végül is összehozni azt, amire azt hittük, hogy nem fog sikerülni mégsem. Az egész napos élelmet és a kiutást a hegyvidéki önkormányzat biztosította, a belépőjegyeket pedig a MOM sportközpont. Az Erzsébet tábor hirdette meg ezt a programot, a gyerekek pedig tudtak róla. Végül is pont ez a csapat nem került a szerencsések közé, és úgy gondoltuk itt többen, hogy nem szabadna ezt a lehetőséget elszalasztani, és ne legyen ebből a csodálatos kirándulásból illúzió. Úgyhogy összefogtunk, a MOM sportközpont vásárolta meg a jegyeket, a Városmajori úszoda biztosítja a buszt, az egyik kollégánk még egy autót, hiszen nem fértek volna be a gyerekek szabályos módon a kísérőkkel, és végül is nem 20-an vannak ám, mert ma reggel egy kislányal több érkezett ide, úgyhogy megoldottuk a 21. kisgyereknek is a látogatást. 21 gyermek megy és két kísérő. A gyerekek nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Hát nekem ez egy nagyon nagy élmény, hogy el tudok ide a Forma 1-re menni. De nagyon örülök, hogy mehetek a Forma 1-re, mert szoktam nézni a tévébe, az apával, hát igazából ez így jó lesz. Hát nagyon örülök neki. Szigorú ellenőrzéseket tart a Pest megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi felügyelősége a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj ideje alatt. Talmai Rihárd, Pest megyei kormány megbízott elmondta.
Idén először fiatalkorúak bevonásával fogják ellenőrizni, hogy a kereskedők betartják-e az alkohol és dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályokat. Emellett a környékre kitelepült kereskedelmi egységeket és a mutatványos berendezések üzemeltetőit egyaránt ellenőrizni fogják. Az ellenőrzéseket a fővárosi kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságával és a NAV Pest megyei főigazgatóságával közösen végzik. A Magyar Nagydíj helyszínén az élelmiszerlánc felügyelet szakemberei is jelen lesznek. Tavaly egyébként 10-ből 6 esetben találtak valamilyen szabálytalanságot a szakemberek. A legfontosabb tehát, és szeretném még egyszer hangsúlyozni, a fiatalkorúak alkohollal és dohánytermékkel való kiszolgálása lesz. De természetesen vannak az örökzöld sláger témák is, ezeket is kiemelt figyelem fogja övezni, például a taxi közlekedés kapcsán, a taxi számláknak az ellenőrzése, a gépek, hogy valóban hitelesített gépek mérik-e azokat a költségeket. Ugyanilyenek a mérlegeknek a hitelesítése rendben van-e, illetve a mérlegekkel való visszaélések lesznek, vagy nem lesznek, reményeink szerint nem lesznek, ha pedig igen, akkor az ellen azonnal föl fogunk lépni. És legalább ilyen fontos, és elnézést, hogy talán köznapi nyelvezettel fogalmazom, de az, hogy átverik-e az embereket. Magyarul, ha ki van egy árura írva, hogy mennyibe kerül az a termék, akkor különösen mondjuk a külföldieket érintően nem akarnak-e magasabb árat beszedni a kereskedők. A következő napokban fokozódó kánikula miatt csütörtöktől hétfői félig harmadfokú hőségriadót rendelt el az országos tiszti főorvos. A kánikula könnyebb elviselése érdekében a Budapesti Városüzemeltetési Központ tagvállalatai számos intézkedést vezettek be. A Fővárosi Vízművek ZRT szerda reggeltől a hőségriasztás időtartama alatt a Deák téren 10 órától este 18 óráig mobil egységekből jégben tárolt hűtött zacskós vizet oszt. A Fővárosi Közterület fenntartó ZRT locsolóautói naponta 2-12 órás műszakban nappal a lakótelepeket, sűrűn lakott városrészeket, éjszaka pedig a főútvonalakat hűtik. A Főkert Nonprofit ZRT a hőségre való tekintettel valamennyi kezelésben lévő ivókút működését intenzíven figyeli. A társaság által kezelt zöld területeken, illetve játszótereken összesen 106 darab ivókút található. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT kezelésében lévő strandok egy órával meghosszabbított nyitvatartással várják a hűsölni vágyókat. Emellett ingyenes vízballonokat helyeznek ki, valamint folyamatosan felhívják a fürdőzők figyelmét az erős UV-sugárzásra. A parki köztéri szökőkutakban a fürdés tilos, ezért kérnek mindenkit, hogy nagy hőség esetén se használják a szökőkutakat fürdőzésre. Merész, kockázatvállaló és műveivel mindig mondani akar valamit. Többek között így jellemezték Olá László Mátyás munkáit az Antipop című album bemutatóján. A kötet a festő és szobrász elmúlt éveinek munkáit tartalmazza. A Hegyvidék Galériában megtartott bemutatón a művész mellett az album írói is jelen voltak. A Kossuth téren található Teiresias szobor, a hintaló vagy a két kép közötti tér, ezek Olá Mátyás László festő szobrász legismertebb alkotásai. A művekről, a mögöttük lévő gondolati tartalomról most egy művészeti album is megjelent. A kötet az Antik Pop című kiállításhoz kapcsolódik. A könyv bemutatóján Olá Mátyás László úgy fogalmazott, több művészeti ágban is próbára tette már tudását, de nem tartja magát polihisztornak. A polihisztorság az nem csak a reneszánsz sajátja, hanem az egy kortárs jelenség. Hogy, sőt, nagyon sok művész azt mondja, hogy az dönti el, hogy mi milyen médiumban lesz megfogalmazva, hogy éppen mi a tematika mit kíván meg. Én mondjuk, én ebben a szempontból én abszolút nem vagyok egy polihisztor, hanem abszolút egy, tehát én leragadtam a szobrászatnál, a festészetnél és a grafikánál, tehát én nem vagyok polihisztor, mert van, aki még csinál videóinstallációt, meg performance, meg nem tudom mit. Tehát ez a mai kor, ez egy polihisztorságnak a kora, én ebben abszolút egy nem vagyok polihisztor, én egy monohisztor vagyok. Az Antik Pop című kötetben nem csak a művekről készült fényképek láthatók, de különböző szakmák képviselői is vallanak Olá Mátyás László munkásságáról. Az albumban szereplő írások szerzői között van építész, író és filozófus is.
Szűcs László Gergely szerint a művész antik filozófiai kérdésekre próbál választ találni. Az antik pop dolognak van egy filozófiai íze is szerintem, tehát én azt tudom, hogy a Matyinak van egy ilyen klasszikus filozófiai műveltsége. Ezért én úgy is értelmezem, mint aki antik filozófiai kérdésekre keresi a választ egy olyan világban, aminek elég kérdéses a viszonya a klasszikus formavilághoz. Olyan Mátyás László több széles körben ismert szobrot is készített. Ezekre a merészség és a kockázatvállalása jellemző, mondja az album egyik francia írója. Je pense que ça, son travail de sculpture est Mátyás munkái egyszerre tükrözik a tradíciót, ami például az antik kultúrából ered, és mutatnak meg valami újat és modernet. Úgy látom, hogy a szobrok merészek és mennek kockázatot vállalni. Érdekes, hogy a festményei bár jól vannak elkészítve és mély gondolatokat ábrázolnak, de mégis valahogy kerülik a kockázatot. A művész azt mondja, a mostani kötet részben egy alkotói korszakot is összegez. Ennek ellenére továbbra is az lesz a célja, hogy a festményeken, szobrokon keresztül valamit üzenjen a közönségnek. Mint mondta, a művészet egy intellektuális nyelv, amin keresztül ezeket az üzeneteket el lehet juttatni az emberekhez. Valamit mondás elől nem kell menekülni, az egy intellektuális pozíció. Az, hogy én a lézerinstallációt csinálok, az meg talán egy tudományos dolog, bár ha nem én találtam fel, akkor meg csak lehet, hogy egy gag, akkor lehet, hogy csak egy marketing eszköz. Tehát vagy egy modernitásnak a tehát szerintem egyszerűen, tehát például az irodalom is egy olyan dolog, hogy ilyen már régóta írnak, ugyanolyan formában, festeni régóta festenek, ugyanúgy szobrászni is. Tehát lehet egy intellektuális nyelv, erről ezen lehet beszélni. Az Antik Pop című album a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jelent meg. Hétvégétől összehangolt vágányfelújítási munkák kezdődnek a főváros több villamos vonalán. A nagykörúti sínek részleges felújításával párhuzamosan a budai villamos vágányokat is több szakaszon javítják. Az összetett felújítás célja a leromlott állapotú sínek cseréje és javítása. Ezzel csökkenhet a menetidő és kevesebb lehet az üzemzavar. A dugók elkerülése érdekében a Krisztina körúton közös sávot alakítanak ki az autóbuszok és a villamosok számára. Az összesen 8 villamos járatot érintő vágányfelújítás a 4-es és 6-os villamosok vonalán 2013. július 27-én szombaton. A 18-as, a 41-es, a 47-es, az 59, 59A és a 61-es villamosok vonalán pedig 2013. július 28-án vasárnap az első járatindulásoktól kezdődik és augusztus 19-én hétfőn késő estig tart. Az 59-es és az 59-es ávillamosok helyett pótlóbuszok közlekednek a Szél-Kálmán tér és a Farkasréti Mártonáron tér között az említett időszak alatt. A 61-es villamos megosztva közlekedik a Hűvösvölgy és Szél-Kálmán tér, valamint a déli pályaudvar és a Móricz Zsigmond körtér között. A kimaradó szakaszon a 61 V-pótlóbuszokkal lehet utazni, amelyek a Szél-Kálmán tér és a Királyhágó utca között járnak majd. Észak-Budát, Dél-Budával a Krisztina körúton közlekedő 18-as V-jelzésű pótlóbuszok kötik össze a Szél-Kálmán tértől a Hausmann-Lajos utca megállóig, ahonnan a 18-as, 41-es, 47-es villamosok viszik tovább az utasokat a Savoya Park, Kamaraerdő, valamint Budafok felé. Az 59-es villamosok Szél-Kálmán tér és Szent János kórház közötti szakaszán csak a 61-es villamosok közlekednek. Híreinket visszanézhetik a www.hegyvidéktv.hu weboldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!